Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából Széchenyi díjban részesült Vörös József. A Pécsi Tudományegyetem professzora, nemzetközileg is elismert kutatói, illetve kiemelkedő oktatói, oktatás szervezői tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Fő kutatási területe a termelés és szolgáltatás menedzsment, a folyamatok analízise folyamatok analízise. Folyamatok mindenütt jelen vannak, otthon a konyhába is, amikor a hűtőszekrény nem elég tágas, hogy beleférjen, mert túl sokat vásároltunk, vagy ha túl sok edény halmozódik föl a konyhában, akkor azt jelenti, hogy a termelési folyamatok nincsenek rendben. Tehát termelési és szolgáltatási folyamatoknak az irányítása, ezen folyamatoknak a hatékonysága elsősorban a fő kérdés. Számos rangos külföldi folyóiratban jelennek meg publikációi, melyekre gyakran hivatkoznak. Legtöbbet hivatkozott cikke legrégebbi eredményeit foglalja össze. Adott egy termelőszövetkezet több ezer hektárral, akkor mi legyen a vetési szerkezete, hogy a haszonja és a kockázata is ideális szintű legyen. Ugye általában az szokott történni, hogy a haszon és a kockázat össze szokott függni tehát kockázatok, nagy magasabb kockázatot kell vállalni általában, ha mi magasabb hasznot szeretnénk elérni. Most ezen haszon és kockázat kategóriák között egy viszonylag exakt függvényszerű összefüggést tudtam meghatározni, tehát le tudtuk írni függvényszerűen, hogy mi a kettő közötti viszony. Manapság pedig nagy hangsúlyt fektet a nagy autógyártó cégek termelési filozófiájának elemzésére és megértésére. A hasonló üzleti példák oktatásmódszertanában is helyet kapnak. Az alapvető megközelítés az, hogy a hallgató előre megkapja a tananyagot, általában valamilyen vállalatnak a leírását. Ezek 15-20 oldal között változó anyagok, amelyekből a hallgató Föl kell készülni az órára, és ennek a megbeszélése folyik. Egyszer kiszámoltam, egy szemeszter alatt körülbelül 200, majdnem 200 ilyen vállalati esettanulmányt vettünk át, amin ebből az is következik, hogy ha az ember kikerül egy ilyen intézményből, egy iskolából, akkor nagyjából a gazdaságot is megismeri. A jövőbeli terveit illetően is a hallgatók érdekeit tartja szem előtt. Rangos, élvonalbeli nemzetközi folyóiratban publikációt letenni rendkívül nehéz és kemény dolog. Hogy őszintén úgy gondolom, hogy eleget teljesítettem ezen a területen. Tehát, ha visszatekintünk, hogy, és összefoglaljuk azt, hogy mit lehetne hasznosan csinálni, az valószínűleg az, hogy a körülbelül 6-7 évvel ezelőtt megjelent könyvemet azt teljesen felújítjuk, tehát a mai korn követelményének megfelelő új elmélettel és gyakorlati példákkal támasztom alá. És amikor majd előbb-utóbb nyugdíjba kell menni, akkor nem kell a fiataloknak rögtön egy új könyv megírásával foglalkozni, hanem még hosszú időn keresztül használhatják, és a maguk kutatási területét pedig folytathatják tovább. Ezt szeretném hagyni mindenféleképpen örökségül majd az itt levőknek.